Tisztelettel köszöntök minden kedves vendéget a TOP 1.4.1 19 SO 1 2019 00022-es számú bölcsöde építése Balaton-Szentgyörgyön című projekt keretében épülő bölcsöde ünnepélyes alapkőletétele alkalmából. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm körünkben Móring József Attila országgyűlési képviselő urat, Bíró Norbertet, a Somogy megyei közgyűlés elnökét, a Balaton-Szentgyörgy környéki polgármesterek társulásának tagjait, Farkas László Nándor balaton-szentgyörgyi polgármester urat, a társulás elnökét, Deák Tamás vörsi polgármester urat, Horváth László polgármester urat Balatonberényből, Kabai Gergely urat Hollát polgármesterét, Komári József urat Szőkedencs polgármesterét, Horváth Gábor tervező urat, Ciráki Zoltán a jegyző urat, a Balaton-Szentgyörgyi képviselőtestület megjelent tagjait, Bence Beáta igazgatóasszonyt a Dobó István általános iskolából, Ángyán Attiláni óvodavezetőt, Ungvárszki Imre plébános urat, Andárné Kálóczi Rita védőnőt, az óvodai szülői munkaközösség elnökét, Horváthné Kánya Enikőt, az iskolai szülői munkaközösség elnökét, Hajas Juditot. Továbbá köszöntöm a megjelent egyesület vezetőket is. Felkérem Farkas László Nándor polgármester urat, hogy köszöntse a résztvevőket és tartsa meg beszédét. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves meghívottak, kedves vendégeink. Az imént a Bori azt mondta, hogy én majd mindent elmondok. Én meg azt válaszoltam neki, majd ami eszembe jut. Kérem, hogyha véletlenül valamit kihagynék, akkor szóljanak rám. Ha meg nem hagyok ki semmit, akkor biztos rám fognak szólni, mert akkor holnap reggelig mondom. A mostani kis zártkörű, szinte zártkörűnek mondható ünnepségre azért gondoltunk, hogy illendőség megtenni, hogy emlékezetessé tegyük azt a pillanatot, amikor Balaton-Szentgyörgyön egy új intézményt alapítunk. És ahogy a nagyok szokták, mi is lemásoljuk a nagyokat, és elhelyezzük az emlékeket ennek a alapítandó intézménynek a területén, hogy majd, amikor néhány száz év múlva bontják el ezt az intézményt, akkor találjanak valami kincset, és megnézzék azt, hogy kik voltak azok a bátor emberek, akiknek először az agyába, aztán a képviselőtestület asztalán, aztán a tervezőnek a munkaasztalán, a számítógépén, és sok-sok munkaórával megszületett az ötlet, megszületett a látvány, és majd a kivitelezők által meg fog születni a kézzel fogható intézmény itt a hátunk mögötti, még kicsit holdbéli tájnak tűnő területen. Erről a területről annyit lehet tudni, hogy ez nem mind a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzaté volt. Itt az óvoda egy kis tágas udvarra, de azért mégiscsak be volt szorítva, és akkora mozgástér már nem volt, hogy még egy közel 500 négyzetméteres bölcsődei intézményt is be tudjon magába foglalni. Ezért, mint hát jó szomszédokhoz, az atyához fordultunk, hogy hát úgyse szereti kapálni a kertet, akkor adja már oda nekünk ezt a kis darab földet, hogy hát tudjunk már mi építeni ide egy kis bölcsődét. És mi azért valahol egy irányba nézünk a világ dolgaiba, a
Az atya úgy érezte, hogy ez egy olyan nemes cél, egy nemes irány, amiben mi elindulnánk, hogy mindenféleképpen támogatásra érdemes, és addig győzködte a Varga püspök urat Kaposváron, a Laci atya igen mondott erre a üzletre, és megkaptuk mi ezt a telekrészt. Így kitárult a lehetőség, fölcsillant a szeme Horváth Gábor úrnak, a tervezőnek, és egyből elszaladtak a gondolatok, elszaladt a fantázia, és kezdett kialakulni egy ilyen álomszerű kép az agyába, amit aztán papírra is vetett, számítógépes monitorra vetett. Nem volt azért ez teljesen ingyen, hogy eldicsekedjük. Mi ezért a telek részért azt a romos garást, ami itt a plébánia területén már mindenféle oldalról meg volt támadva a rágcsálók részéről is, meg az idő vasfoga által is, ezt a romos épületet eltüntettük innen, és helyette egy szép, nagy befogadó képességű garást, meg egy kis gazdasági építményt építettünk ide a plébánia mellé, hogy az elkövetkezendő 100 esztendőben néhány felújítással a mindenkori balatonszentgyörgyi plébánosnak legyen hova beparkolni a Mercedes-szel. Hát idáig volt a múlt, és ahogy az idő telt, egyre inkább közeledtünk ahhoz a naphoz, amikor a kapavágások egyre közelebb értek hozzánk. Amikor először meghallottuk, hogy 330 millió forintot nyertünk erre a pályázatra, azt hittük, hogy megfogtuk az Isten lábát. Aztán lassan, ahogy halad előre az idő, azt mondjuk, hogy hú, mennyi pénz az a 330 millió forint, csak ez az építmény lehet, hogy 450-be fog kerülni. Úgyhogy reméljük, hogy a jelenlegi folyamatok, amik nagyon-nagyon felhős időt mutatnak, majd kitisztulnak, és ez a mértéktelen áremelkedés, ami most jelenleg az építőipari piacon található, ez egy kicsit be fog fékeződni, mert sem az önkormányzatoknak, sem a vállalkozónak, sem a politikusoknak, sem a pályázatokat kezelőnek nem érdeke az, hogy félbemaradt értékes elemeket elhagyó pályázatok valósuljanak meg, hanem az az érdekünk, hogy ahogy megálmodta a tervező, meg ahogy megálmodták a szakemberek, meg ahogy megálmodták a politikusok, hogy hogyan kellene előre vinni az ország dolgait, úgy ez meg is fog valósulni. Én bízom abba, hogy akiknek ehhez a egyébként véleményem szerint nagyszerű tervhez és nagyszerű elképzeléshez bármilyen formában pozitív közük van, és pozitív közük volt vagy lesz, azok az emberek mindent meg fognak tenni, és hálás köszönetet fogunk kifejezni mindannyiuknak, hogy megtették azt, hogy a következő nemzedékeknek a nevelési intézménybe eltöltendő gyermekkori évei ilyen impozáns, ilyen modern és ilyen szakemberekkel nagyszerűen körbe bástyázott helyen induljon el. Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat annyival szeretné előmozdítani, hogy ez az intézmény ez majd még a tervekhez képest is nagyobb volumenben épesüljön be, hogy megalkottunk egy rendeletet, amivel elő szeretnénk mozdítani a balaton-szentgyörgyi fiataloknak a gyermekvállalási kedvét. Ezért úgy döntöttünk, hogy minden megszületett fiatal balaton-szentgyörgyi kis jövevény nevére a megszületéskor el fogunk helyezni értékpapírokba 1 millió forintos összeget, és ez az értékpapírba elhelyezett összeg ennek a kis gyermeknek a 14. életévéig kamatozva letétbe helyezésre kerül, és majd amikor a Balaton-Szentgyörgyi intézményeket sorba, ahogy növekszik fel az a kisgyermek, a bölcsődéből átvonul az óvodába, az óvodából meg átvonul az iskolába,
és majd az iskolában, amikor megköszöntik a virágokkal a szülei a 14. életévében a ballagás napján, akkor ez a kisgyermek azt az 1 millió forintot kamataival együtt kapja meg, induljon el az élet útján, induljon el a középiskolás évekre, aztán majd meglátjuk, hogy ez az ösztönzés, ez hozzájárul-e ahhoz, hogy ezek az ide született gyermekek, és akiket 14 éven keresztül igyekszünk jó szándékkal, jó akarattal, jó cselekedetekkel, jó környezettel, békességgel itt a szülői faluba, a szülői közösségbe, a falu közösségbe tartani, ezek majd érdemesnek találják-e ezt a szülőföldet, hogy itt is maradjanak és itt várjanak gyökeret. Én köszönöm mindenkinek azokat a nagyszerű cselekedeteket, amiket elkövettek, meg köszönöm mindenkinek azokat a nagyszerű cselekedeteket, amit el fognak követni, és remélem, hogy jövő szeptemberre, amire tervezzük, hogy ez az intézmény megnyílik, ennél sokkal nagyobb létszámba fogjuk majd azt várni, hogy végre a képviselő úrral, meg a elnök úrral elvághassuk majd a szalagot az intézmény átadásakor. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és mindenkinek nagyon jó egészséget, és remélem meghallották a fiatalok, amit mondtam, úgyhogy elkövetkező időszakban a programjai között szerepelni fog ez a feladat. Én a magam részéről befejezem, és átadom a Móring József Attila képviselő úrnak a szót, hogy néhány keresetlen gondolata, őnek mindig nagyon jó gondolatai vannak, egy picit ő is hozzájáruljon a mai ünnepünknek a fényéhez, és utána pedig majd a Biró Norbert elnök úr fogja elmondani a hozzáfűzni valókat, hiszen ő nekik mindkettőjüknek sokat köszönhetünk olyan szempontból, hogy ez az összeg, amikor ide delegálásra került Balatonszentgyörgyre, ők azért látták, hogy egy olyan mikrotérségű központ Balatonszentgyörgy, ahol az intézményeknek abszolút alkalmasnak kell lenni arra, hogy minden igényt kielégítsenek a fiatalok nevelésébe. Köszönöm szépen! Kedves polgármester urak, elnök úr, plébános úr, kedves szentgyörgyiek, föl lett adva a lecke, de azért azt mondtad, hogy jövő szeptemberben vágjuk a szalagot. Én már most aláírom, hogyha képviselőként jöhetek jövő szeptemberbe szalagot vágni, akkor minden rendben van. Amikor arról volt szó az elmúlt hónapokban, hogy melyek azok a somogyi települések, illetve hát itt szűkebb pátriánkban, a mi körzetünkben, melyek azok a települések, ahol indokolt lenne bölcsődét építeni, akkor elsőként került szóba Szentgyörgy. Hát annál is inkább, mert ugye a polgármester úr ezt már régen mondta. És ahogy figyelem most már hosszabb ideje itt a település fejlődését, valamit itt tényleg nagyon jól csináltok. Tehát a kistérség, vagy mikrotérség, az nem csak egy rátok erőltetett valami, hanem egy működő rendszer, és képesek vagytok egymás dolgainak közösen örülni. Ez nagyon fontos. Legyen ez akár itt Szentgyörgyön, akár történjen valami vörsön, ott vagytok egymás ünnepségein, szerintem az egymásra figyelés és az összefogás, különösen itt a pandémia nehézségeiben megmutatkozott, hogy mennyire fontos. Tehát ezt szerintem jól csináljátok. Olyan fejlesztéseket hajtotok végre, és én ebbe a sorba illesztem az emlékművet is, mert a múlt előtti főhajtás az legalább annyira fontos. Szóval olyan intézményeket fejlesztetek, ami hosszú távon garantálja a település jövőjét, hiszen a szép óvoda mellett most egy gyönyörű bölcsőde is létesül, és hát az iskola is nem olyan régen újult meg, úgyhogy itt a gyerekeknek azt a bizonyos 14. életévüket várni, amit most ti igazán gazdaggá tesztek, azt csodálatos intézményekben valósul meg. A Gábor, nagyon régóta ismerjük egymást, korábban is remek intézményeket tervezett, nagyon csodálatos épületeket rajzolt meg, de amióta olyan a frizurája, mint az enyém, ha lehet, akkor még jobbakat csinál. Bár amikor messzebbről néztem ezt a képet, akkor azon kezdtem aggódni, hogy ott a színes oszlopok között én hogy férek be. De aztán rájöttem, hogy azért van megoldás. Szóval szeretném ezt
Neked biztos, hogy lesz. Szóval szeretném, hogyha Jóisten megsegítene minket abban, hogy együtt örüljünk annak, hogy a szülők egy modern, csodálatos intézménybe hozhatják a gyerekeiket, és biztonságban hagyják itt őket, és ahogy polgármester úrtól hallottam, remek szakemberek is foglalkoznak velük. Polgármester úr, készítsétek a későbbi időszakra vonatkozó elképzeléseket, pályázatokat. Mi elnök úrral készen állunk, hogy ebben részt vegyünk. Építkezzetek, legyetek szépek. Isten áldja mindnyájatokat. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, én is nagy tisztelettel, szeretettel köszöntöm Önöket. Így a pandémia után nagyon jó érzés itt lenni, és kiszabadulni a fogságból, és gyakorlatilag ezzel a csodálatos idővel, ezzel a csodálatos alkalommal megünnepelni az életet, hogy túléltük, és hogy van előttünk jövő, mert ma mögöttünk hagyott másfél év, az borzasztó volt, és nyugodtan mondhatom azt, hogy ez gyakorlatilag egy háború volt. Ennek a háborúnak eddig 3 csatája volt, de remélem, hogy ennek nem a 3. csatának, hanem ezzel az egész pandémiának, ennek az egész háborúnak vége van. Főleg, hogyha a szentgyörgyiek is beoltják magukat, és azokat a intézkedéseket egyszer mindenkorra elfelejthetjük, amit eddig már sajnos megszoktunk. Az életet megünnepelhetjük tényleg azáltal, hogy itt a tervezések során kigondoljuk a jövőt, és azt mondjuk, hogy építkezzünk, hogy az ifjúság számára hozzunk létre intézményeket, épületeket. De ez az intézkedés, amelyet, bátor intézkedés, amelyet Balaton-Szentgyörgy képviselőtestülete meghozott, hogy minden születendő gyermek kapjon 1 millió forintot, ezt higgyék el, ez egy óriási dolog. Én nem emlékszem rá, hogy a megyében lenne még egy ilyen kezdeményezés. Remélem, a polgármester úr a médiának ezt lenyilatkozta. Szuper. Akkor ennek híre megy nem csak Somogyban, nem csak Balaton-Szentgyörgyön, hanem remélem az egész országban. Példát mutat a többi településekre. Bízom benne, hogy ez a kezdeményezés tényleg meghozza a kedvet, és akkor utána az intézményrendszer ki tudja szolgálni a felmerülő igényeket, hogy ilyen szépen finoman fogalmazzak. És akkor itt áttérnénk a csúnya anyagi dolgokra egy ilyen beruházással kapcsolatban. A település és vidékfejlesztés operatív programnak a részeként lesz ez a beruházás megvalósítva. Mindig milliárd forintokból beszélünk, hogy most 53-54 milliárd, de ezek olyan nagy pénzek, annyi nulla van, hogy ezt halandó ember nem nagyon tudja elképzelni. Hát azért valljuk meg őszintén, hogy nekünk abban az életben soha nem lesz, még egy-két nullát leveszünk, se annyi se pénzünk. Ezért mindig próbálok hasonlatot hozni, hogy próbáljuk meg elképzelni, hogy ez a 330 millió forintos beruházás, mondjuk ez már nagyjából emberi léptékű, ezt már lassan meg lehet érteni, de hogy a nagy egészben mit jelent ez a beruházás, és ez az ilyen típusú beruházások Somogy megye életében, ebbe a fejlesztési, mögöttünk álló fejlesztési ciklusban ez mit jelentett. Úgy képzeljék el, hogy minden ebben az Európai Uniós programban elköltött 100 forintból, tehát minden 100 forintból, 9 forint Somogy megyében a bölcsödék fejlesztésére fordítódik. Tehát új bölcsöde építése és régi bölcsödéknek a megújítása, felújítása. Ez egy óriási rész. Ez is mutatja azt, hogy a megyének az a szándéka, hogy a jövőbe fektessen, hiszen aki gyermekintézménybe fektet a gyermekeknek az fejlesztésébe, oktatásába, az teljesen egyértelműen a jövőbe néz, a jövőnek dolgozik, és a jövőben gondolkozik. Úgyhogy büszke vagyok a szentgyörgyiekre, és most egyfajta kettőségbe vagyunk, mert mögöttünk van egy Európai Uniós ciklus, fejlesztési ciklus, és már benne vagyunk a következőben. De itt van egy 2-3 éves csúszás,
az európai időszámításban és a magyarban. Ennek van egy egyszerű magyarázata, mert a Brüsszellel a magyar kormánynak külön meg kell egyeznie. Ez általában 2-3 év. És ezért van ez a csúszás, hogy ugyan már 2020-ban hivatalosan lezárultak ezek a fejlesztések, de Magyarországon ez 2023. decemberében fog megtörténni. És most egyfajta kettős helyzetben vagyunk. Ez a beruházás, ez még a régi fejlesztési ciklusban, ugyanakkor képviselő úrral, polgármester úrral mi már a jövőben gondolkozunk. Tehát ezek a projektek is, és a jövendő fejlesztések, ezek úgy valósulnak meg, hogy begyűjtjük a települések polgármestereinek, képviselőtestületeinek a igényeit, megkeressük őket, és ezen közösen elkezdünk gondolkozni az országgyűlési képviselőkkel és a polgármesterekkel, hogy hogyan legyen, mi legyen, mik a prioritások, az álmokból mi az, amit a topból meg lehet valósítani. Tehát a háttérben egy nagyon komoly egyeztetés van, és örömmel jelenthetem be a szentgyörgyieknek, hogy Balaton-Szentgyörgyön nagyon harmonikus kapcsolat van a országgyűlési képviselő úrral, polgármester úrral, és az általa irányított képviselőtestülettel, mert gyakorlatilag vita nélkül tudtunk megállapodni a fejlesztésekben. Ehelyről szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljuttatott minket idáig, hogy az alapkövet letegyük, és kívánok kitartást a kivitelezőnek, és innen ehelyről kívánok neki jobbulást, hogy ezt a projektet sikeresen be tudja fejezni. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen a beszédeket és a gondolatokat. Tisztelt vendégeink, a következő percekben szeretném felkérni Ungvárszky Imre plébános urat, hogy itt az építkezés elején is mondjon áldást. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az építkezésre, a bölcsőde építésére Isten áldását kérjük. De áldott jel, hogy ez az alapkő letétel Jézus szent szívének fő ünnepére esik. Jézus szent szívéhez szóló imádságunk. Uram Jézus Krisztus, szent szívednek ajánlom magamat, és egész életemet, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömömet, szenvedésemet, hogy azzal, ami vagyok és amim van, neked szolgáljak. Téged dicsőítselek és szeresselek. Ezzel állítjuk párhuzamba a Balaton-Szentgyörgyön zajló bölcsőde építést. Áldott az a település, ahol bátor férfiak és nők élnek, és ezért gyermekek születnek. Áldott az a település, ahol bölcsődét építenek. Áldott az a település, ahol a cement és a tégla mellett imádsággal is építik a falakat. Az alapkő a jövő számára elhelyezett üzenet, és egyben földbevetett mag is. Abban bízunk, és arra kérjük a jó Istent, hogy a jövő szántóföldje lehessen ez az épület. Mert áldott, aki jövőt épít. Az alapkőbe helyezett kapszula üzenete, kedves utókor, legyetek olyan bátrak, mint mi. És ezt az alapkövet áldja meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Köszönöm szépen. És még az időkapszula elhelyezése előtt egy köszönetnyilvánítást fognak hallani. Horváth Nébanis Brigitta, helyi kismama szeretne köszönetet mondani minden helyi kismama nevében a projekt közreműködőinek. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, immáron maszk nélkül. Jelen pillanat nekem is könnyebb a levegőhöz jutni, de gondolom, aki nem kismama, nekik is nagyon jól esik a szabad levegő. Váratlan volt ez a felkérés, viszont nagyon jól esett, ugyanis az összes
helyi és környező településen élő kismama, leendő szülők, már meglévő kisgyermekes családok nevében szeretnék arra köszönetet mondani, hogy ebben a rohanó világban sajnos visszakényszerülünk előbb dolgozni, mint szeretnénk. A kevesebb időt tölthetünk gyermekeinkkel, mint amennyit szeretnénk, és nem mindenki teheti meg azt, hogy ugye nagy családban élve vannak, akik vigyázzanak gyermekeikre, vagy unokáikra, és ez egy hatalmas erőlelépés és segítség, hogy lesz hova leadnunk gyermekeinket. Nem vagyok jártas ebben, nem tudom pontosan kik vettek részt, viszont a pályázat kitalálójától a megírójáig, az összes segítőig, a tervező, a kivitelező, és hát igenis azok a munkások, akik vértizzadva, verejtékezve fogják megépíteni a leendő bölcsödét, illetve nem utolsó sorban azoknak a pedagógusoknak, akik majd a jövőben itt fognak dolgozni, hiszen a mindennapokhoz kell egy kis kitartás és türelem, amellett, hogy úgy gondolom, hogy a legkisebbek okozzák a legnagyobb örömöt és csodát az életben, nem biztos, hogy mindennapjuk egyszerű lesz. És biztos vagyok benne, hogy a megfelelő emberek fognak ide kerülni ahhoz, hogy amíg mi dolgozunk, addig gyermekeinket 100%-osan biztonságban tudhassuk. Úgyhogy még egyszer mindenki nevében nagyon szépen köszönjük ezt a kezdeményezést, és biztos, hogy ki fogjuk használni. És akkor most következik az időkapszula elhelyezése, amire felkérném Ángyán Attiláni óvodavezetőt, Bíró Norbert elnök urat, Móring József Attila országgyűlési képviselő urat és Farkas László Nándor polgármester urat, a társulás elnökét. Településünk számára minden fontos eseményen, nem csak ünnepeinken, hanem a számunkra fontos alkalmakkor mindig elénekeljük a himnuszt, úgyhogy most így a műsor végén arra szeretnénk megkérni mindenkit, hogy énekeljük el közösen hazánk nemzeti himnuszát.